Hogyan jutott el a handlézástól, vagyis a házaló kereskedelemtől a nemzetközileg is híres és gazdag családi vállalkozásokig a hazai zsidóság, az 1867-es emancipációs törvénytől, amely az izraeliták egyenjogúságát biztosította, indul a Handlétól a Grand Café kiállítás története. A Kazinczy Ferenc Múzeumban most megnyílt időszaki tárlat eredetileg a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban volt látható. A tárolókban 8 zsidó család története bontakozik ki, 2 kávéház üzemeltető, vas- és vetőmag termékkereskedők, fűszerárus, hangszergyáros, egy kultikus szórakozóhely tulajdonosa és egy nagy áruház létrehozója. A pályafutásuk rendkívüli még mai szemmel is, a tárgyak pedig egy letönt boldogkort idéznek 1867 és 1918 között. Kávés csésze az Abbáziából, tejköntő a New York kávéházból, számoló cédulák a nagyobb kereskedésekből, vagy a párizsi nagyáruháznak egy-két portékája, amit árultak. Ugye szintén bemutatásra kerül itt a tárlóban, talán a leginkább ilyen, hát akár érzelmeket is kiváltó tárgyunk az egy egyszerű kis levélpapír Mautner Ödöntől, aki Kón Ignácnak nagykörösre ír arról, hogy sajnos a megrendelt árut ezért és ezért nem tudja neki leszállítani. Ugye ebben az érdekes az, hogy teljesen véletlenszerűen, de ez a Mautner, illetve Kón Ignác ötökben a kiállításon mindketten benne vannak, mindketten szerepelnek, ráadásul a tárlóik egymással szemben helyezkednek el. Ugye ez a kiállítás építése kapcsán teljesen véletlenül számunkra is egy ilyen felismerés volt, hogy ők annak idején is kapcsolatban voltak, és nem csak itt a kiállításban találkoztak. Ezt a tárlatot a budapesti bemutató után most először láthatja a közönség vidéken. A választás pedig nem véletlen, hiszen a téma a személyes történeteken keresztül a sátoraljaújhelyieknek is segít megismerni a fényes újhelyi időszakát, amely a zsidóság által beáramlott tőke hatására a város gazdasági fellendülését, mozgalmas kulturális életét hozta. Így a 9. bemutatott zsidókereskedő család az Adler család, akik országszerte híres jutóróüzemet működtettek a mai Dózsa-György utcán a kiállítástól nem messze. Vaskopujukat is a múzeum őrzi. Az Adler az több szempontból is szimbolikus. Egyrészt szimbolikus azért, mert ebben az utcában működött a túróüzem, tehát itt a Dózsa-György, mai Dózsa-György utcán, az egykori Molnár István utcán volt ez a gyár. Két házzal arrébb, tehát a zsinagóga melletti épületről van szó, aminek az eredeti kapuja ráadásul a múzeumba került be, és ez tavaly év során restauráltuk is, ez ki van állítva a hátsó kertünkbe, ugye a Sasos címerrel, és hát valóban talán a legemblematikusabb újhelyi zsidó család volt több generációval, egy országos hírű túrógyárat működtettek itt, ugye a Hegyaljai túrót. A Kazinczy Ferenc Múzeum gyűjteményi anyagával és kutatásával kiegészült kiállítás július 31-ig látható.